Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9. Sláger FM. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 7 perc van, most már itt vagyunk élőben. Szia Piros, hello Ádám. Szia Csabi, szia Ádám, sziasztok hallgatók. És most kezd kelni a nap. Jó reggelt. És ilyenkor olyan szépek a fények. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kihallgattam egy beszélgetést itt a szerkesztőségben, Turbo Tomi még nem szállt fel a helikopterrel, és elmesélte, hogy személyt kellett csináltatnia, csak úgy, mint nekem. És azon gondolkodtam, hogy tele van a zsebünk, a pénztárcánk, a bukszánk, az irattartónk, mindenféle kártyákkal, papírokkal, iratokkal, hogy minden esetben tudjuk, hogy ez meddig érvényes. De hogy tudjuk? Nem. Na tessünk, csináljunk egy tesztet. Ádám, meddig érvényes a személyed? Azt akartam mondani, hogy Piros, kezdjük veled, addig megnézem. 2020-ig szerintem most így, de most eszembe jutott. Valamikor nem is olyan rég csináltattam, de úgy, hogy az anyám szólt, aki emlékezett rá, hogy nagyjából mikor fog lejárni. Tehát én ezeket a határidőket nem tudom fejben tartani. Nyilván olyan is lett volna, hogy ez nem történik meg, hogy érvénytelen személyvel járok egy ideig. Tehát neked még mindig anyukád szól. Hát most már azt ő tudta, hogy az mikor jár le, mert azok ilyen 8-10 évente járnak le. De azt hát is ezt már mondani, nem tudja. Hogy Ádámka este most fogadnám. Nem, azt már azt nem már mondja. Nem, mert ezt tudja, hogy tudom. Na neked mikor jár Piros? Jött, kirohant a Piros, visszajött. Jól emlékeztem, 2020. Igen. De addig háromszor elfelejted. Én most csináltattam meg a személyemet, de nem néztem meg ezt az időpontot rajta. Hát akkor 10 évre van, nem? Hogyha most csináltattad, vagy? Ezt sem tudtam. 2024. Aha, addigra már 50 felett leszel. 8. Így van. Jaj, de kedves vagy te, Ádám, hogy ezt minden adandó alkalommal az orra alá dörgölöd. Hát most kell nekünk az évszámokról beszélni. Ja, igen, végülis ő kezdte mi. Igen. De akkor a hallgatóink is valljanak szint. Nézzék meg, illetve ne nézzék meg, csak mondják el. Tudják, szokták figyelni, ellenőrzik ezt néha, nehogy véletlenül. Már úgy, hogy lejárt. Kellemetlen helyzetbe kerüljenek. Ez le szokott járni, a jogsi az is lejár. Persze. Ugye? Persze. Minden. Ilyen... Figyelj, még a te is lejár, képzeld el. Fussunk még egy kört ezzel, jogosítvány, meddig érvényes? Jogsi, fogalmam sincs, nem tudom, de az is, mintha viszonylag új lenne nekem, de nézzétek meg. Tessék, nézzétek meg. Vezetői engedély. Lejárt. Hoppá, gyerekek, 2017, 10. hó 31. Oh-ó. De jó, hogy ez kiderül. Mindjárt lejár, de jó, hogy megnéztük. Mindjárt kiteszünk ide egy posztitet, Csabi, hogy hamarosan menned kell az önkormányzathoz. Nekem az is 2020. De jó. Hallgatóink, szóljanak rám 2 hónap múlva, jó, hogy meg kell újítanom. Figyelj, mi lenne, ha most elkezdenéd elintézni? Az is jó ötlet. Na, figyelik-e hallgatóinknak is, kibővítjük a kérdést, nem csak a stúdióban kérdezzük meg, jó? Szokták-e figyelni, hogy a különböző irataik, papírjaik mikor járnak le? 0630-30-30-103. Sláger reggel. 6 óra 13 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Meddig érvényesek a papírjaink, erről kezdtünk beszélgetni, és ugye kiderült, hogy nekem október végén lejár a jogsim. Mi kell ahhoz, hogy megújítsam? El kell mennem megint vizsgázni, hogy tudok-e még vezetni? Hát, vagy lehet. Nem, azért azt nem kell. Hát ugye kell egyrészt egy orvosi alkalmassági papír, el kell menned a házi orvoshoz, és akkor a házi orvos megállapítja, hogy kaphatsz-e jogosítványt, vagy sem, vagy olyan állapotban. Ja, megkérdezi, hogy tud még vezetni? Például neked szemüveged az menet közben lett, az ilyenkor valamilyen módon az be fog kerülni a jogsimba, vagy bekerül? Szerintem az orvosi alkalmasságin egy rubrika lesz, hogy te neked van szemüveged. Ez ugyanolyan, hogy milyen a vérnyomásod, cukorbeteg vagy, etc. 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 Tehát ezeket a kockázatokat ki kell szűrni. Ennyi, hogy az orvosi, és már mehet igen, is tovább, igen, és igen, többi igen. Akkor utána menni kell az ügyfélkapuba, aha, vagy mi ez. Na, ha már jogsi, akkor közlekedés. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Jó reggelt! A Hűvösvölgyi útról érkezők még rá tudnak kanyarodni a Gábor Áron útra, de a Rózsadombról leereszkedőknek a Passarétire kell fordulni, ugyanis ott továbbra is tart a gázvezeték építése egészen szeptember 10-ig. Fékezni kell, néha az a sztorián fékezni kell, méghozzá kapaszkodjanak terv szerint szeptember 23-áig, addig tart a vízvezeték cseréje. Óvatosan hajtsanak tehát a Rákóczi úton is. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. És persze a kérdésünk továbbra is érvényes. Szokták-e figyelni viszonylagos rendszerességgel, hogy mikor jár le valamelyik papírjuk? Tudják-e, hogy a jogsi a személy mikor jár le? Amíg ezt megnézik, vagy elgondolkodnak, vagy bepötyögik 0630-30-30-103, addig Cserháti Zsuzsa énekel itt a Sláger reggelben. Sláger reggel.
Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 óra 24 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit beszélgetünk arról, hogy tudjuk-e egyáltalán azt, hogy a zsebünkben, tárcánkban lévő iratok, személyi, jogsi, stb. Mikor jár le, meddig érvényes? És Sanyi azt írja, bakker, de jó, hogy szóltatok. Múlt héten lejárt a jogsim. Na, most mehetek intézkedni, de utálom. Ha nézze meg a zöld kártyáját, meg az egyéb más dolgokat is, jó? Az összes többit is megnézte, de ezek szerint a jogsi az már lejárt. Igen, és Zsuzsa is írt nekünk, hogy mi utazás előtt 3 héttel jöttünk rá, hogy a gyerek útlevele lejárt. Express ügyintézéssel végül csináltatunk neki személyit, utazás előtt 2 nappal tudtuk átvenni, de az is milyen... Az mi ekkora iszlom, meg lesz. Igen. Ah, megjött, jól van. Egyébként az ügyfélkapu, ez egy nagyon hasznos dolog, ajánlom mindenkinek, közben meg is néztem, hogy annyi mindent lehet elintézni, és közben eszembe jutott, hogy nekem a személyi lejártáról például érkezett egy SMS és egy e-mail, tehát így tudtam meg. Aha. Tehát lehet, hogy majd a jogsíról is érkezik. Pizzát rendelni is lehet? Mert akkor megcsináltatom. Neked külön, persze. Jó reggelt. Ez a Sláger reggel. 6 óra 38 perc van, ilyenkor szoktuk lapozgatni az újságokat, és hát Ádám volt a leggyorsabb, általában ő szokott. Mit találtál? És ti már nézitek is az ahhoz kapcsolódó videófelvételt, amit egyébként a világon már 100 000-nél is többen megnéztek. Tom Cruise balesetéről, forgatási balesetéről van szó. Most a friss hír az, hogy akár 3 hónapra is le kell állítani a Mission Impossible 6 forgatását, mert ugye a forgatáson megsérült kaszkadőr jelenet felvétel közben. Erről beszéltél pár napja, de igen, akkor úgy tűnt, hogy nem annyira súlyos. Igen, 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 és most megszólalt a forgalmazó cég is, hogy 2 helyen szenvedett bokatörést, és a csípője is megsérült. Én közben tényleg valóban megnéztem, hát az van, hogy teljes erőből, mintha neki ugrana a falnak, mint hogyha ez lenne feladat, hogy ő egy állványzatról a falnak ugorjon neki. De át kellett volna ugrani egy háztetőre. De... Igen, csak ez félig sikerült. Még nézni is rossz, hogy... én eddig direkt nem kattintottam rá, mert mondom, jó, hát... Hány éves a Tom Cruise? 55. 55, és ő ugye híres arról, hogy nem kér bizonyos jelenetekben kaszkadőrt, aminek eddig most meg volt is erről híres, valószínűleg, igen, ez lesz meggondolja. Igen, nem kéne ennyire hiúnak lenni. Tehát ő színész, és van egy külön mesterség, aminek az a neve, hogy kaszkadőr. Tehát nem ciki szerintem igénybe venni kaszkadőrt. Szerintem se. Szerintem ez most őt bántja a legjobban, meg az is, hogy ugye megnézték azt is, hogy ő esendő, és ugye látni a felvételen, hogy utána biceg oda a stábtagokhoz. Igen. De van a hátára erősítve egy ilyen emelő szerkezet, amivel gondolom akkor emelik meg, ha gond van. Hát miért nem emelték meg? Látták, hogy nem sikerült jól, hát, mert az ugrás. Nem úgy működik, szerintem ez most érted, egy pár méteres ugrásról van szó, nincs idő annyi idő alatt korrigálni, hogy akkor kicsit emelünk rajta, zsúgy, az inkább szerintem azt a célt szolgálja, hogy ne zuhanjon le teljesen. Tehát csak egy ilyen tartó szerkezet. Igen, 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 igen. De én azon gondolkoztam, hogy 3 hónapra most leáll a forgatás. Hát azt írják, hogy 6 héttől 3 hónapig tartó időszakra hogy állhat le. Ugye az orvosi money, vizsgálatoktól money, money. Fő, bizony, és később. És ezt ő fogja megfizetni? Már bocsánat, de hogy érted, most miatta állapot? Nem, a háztető. Nem. Minek állt oda? Ja? Igazad van, hajtsuk be rajta. Nem, azért az amerikai cégek, valljuk be, tehát a biztosra mennek, ugye biztosítással forgatnak ők, tehát van biztosítás a filmre is, ami ugye most késik majd a bemutató. Jó, tehát Amerikában tudjátok, mi van, biztos benne volt ez, amikor megkapta a színész diplomáját. Hogy? Vigyázz, mert hogyha nekiugrasz a falnak, akkor eltörhet a bokád. Ja, igen. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Sláger reggel. 6 óra 45 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lapszemlénk egy skót fiatalemberrel folytatódik. Egy nagyon kedves ember, úgy hívják, hogy Mark Patterson, és egy éjszakára a skóciai rendőrség vendég szeretetét élvezhette, és úgy döntött, amikor végzett ezzel az éjszakával, hogy ő mint egy ilyen szállodai szolgáltatást jellemzi, hogy tulajdonképpen hogyan töltötte el az elmúlt éjszakát. Kapásból úgy kezdi, hogy 10-ből 1. Tehát, hogy nem ajánlja senkinek. Olyanokat rót fel a szállásadónak, hogy nem kínáltak reggelit, hogy hajnali 4-kor kért egy jobb szobát. Erre adtak egy műanyag pohárban egy pohár vizet, és azt mondták, hogy kicsit csúnya szóval, hogy kussoljon, tehát hogy maradjon kicsit csendben. Nem engedélyezték a telefon használatát, nem volt töltő, közölték, hogy vetkőzzek, de nem adtak egy italt sem előtte. Jó. Nem volt egy bár a közelben. Jó. Érted? Tehát egy rendőrségi fogda. Annyira azt felejtette el hozzátenni, hogy na de miért került oda?
Tehát azt nem írta meg. Gyerekek, az nem fontos. Hát, hogy rosszul, vagy rosszul gondoskodtak róla, az egy dolog. Hát írt egy panaszkönyvet, nem? Igen. Én nem tudom, hogy kinek küldi el maximum az ottani ombudsmannak. Azt mondja, nem anyukájának volt, például, nem? Nem volt párna, pedig direkt jeleztem, hogy kérek. Nem is tudom, tehát hogy szegény, tehát nem tudott pihenni. És van benne megvan? Valami ilyesmi, hogy a 400 fontos Gucci cipőjét is levetették vele, és azon gondolkoztam, hogy ő valami kipárnázott, kibélelt milliómos csemete. Valószínűleg igen, mert azt mondja, hogy brutális volt 100%, hogy többet nem jövök. Tehát eleve azok az igények, amiket jelzett, amiknek a hiányát jelezte. Jó, mondjuk a WC papír szerintem egy kicsit gáz, hogy annak hogy a hiányát volt, is jelezte, igen. De kíváncsi lennék, hogy anyuka mit szól egyébként az egészhez, hogy ők váltották ki, ők fizették, mert van, mi ez a neve? Óvadék. Hogy erről nem szól van. A fáma, mint ahogy arra sem, hogy miért került oda. Egyetlen egy pozitívumot ír le a felsorolásában, egyébként van legalább 20 pont, amit felsorol. Az igazat megvalva, az egyetlen pozitívum a korai kicsekkolási lehetőség. Igen, ott nem 10-kor kell elhagyni a szobát, azt szerintem 6-kor engedik ki az embert, nem? Erről eszembe jut egy történet, még a Sing Sing technikusa mesélte, akinek volt egyszer egy ismerőse, aki Böriben volt ilyen rendőrségi fogdában, és panaszkodott rettenetesen, hogy gyerekek, ott a többieknek, nem érzitek, hogy mennyire rossz ez a leves, meg hideg, meg szóljunk már itt az őrnek, hogy hát reklamáljunk. És mondták, hát Lacika, hát akkor menj, akkor reklamálj, mondd te. És kiabált, főnök, főnök! És persze jött a smasszer, kigyúrva, mi a Lacika? Főnök, finom a leves! Na most lehet jelentkezni gyerekjátékra, egy nagyon egyedi, nagyon különleges sláger ajándékcsomagot lehet megnyerni. Két tantárgyunk van még, ugye, a Föci és a természetismeret, az SMS számunk pedig 0630 30 30 103. Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szép jó reggelt, 4 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy már is jön a gyerekjáték. Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték. Itt van velünk Zsuzsa, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Szia. Ugye az van, hogy két tantárgyunk maradt, a Föci és a természetismeret, kellene tudnunk, hogy miben vagy jó. Egyiket se szerettem. Hát akkor a természetismeret. De nem azt kérdettük, hogy szeretted-e, hanem hogy jó vagy-e benne. De én arra is kíváncsi voltam, hogy miben voltál jó egyébként. Magyar, töri. Inkább ilyen humántan tárgyak. Igen, hát ezeket már a héten. Elvitték. De igen. Nyugtatásképpen mondom, hogy nem lesz nehéz a kérdés, figyelj. Mivel lélekeznek a lákok? A válasz viszont annál nehezebb. Nem a nem a lákok, hanem a rákok. A rákok? Igen. Mivel lélekeznek? A csapós. Igen. Hát hol él a rák? Hát a vízben élnek, azt tuti. Ennél több segítséget nem adhatunk. Már rég megy a kegyegés, csak most indítottam el. Ja. 5. Négy. Hát bőrük nincsen kitimpán, borítja az egyik. Mivel lélegeznek? 2. 1. Vízben élnek, tehát? Mondj valamit! Jó, ez nyilván nem ennyire egyértelmű, de... Hát figyelj, két lehetőséged volt, igen. Nem? Tehát vagy azt mondod, hogy tüdővel, vagy a kopottyúval, de nem mondtál semmit. Igen. Ezért aztán ezt a gyönyörű szép sláger ajándékcsomagot most nem fogjuk tudni odaadni, de azért mondom neked is, meg mindenki másnak, hogy ez bizony a kopottyú lett volna. Sajnálom. Mi is. És igazad van. Jobb lett volna neked a magyar vagy a töri. Igen, legközelebb... mondtam, hogy ezekben nem vagyok jó. Jó, hét elején, és akkor még van bőven választási lehetőséged. Jó, rendben. Köszönöm. Mi köszönjük azért szia, neked. Szia. Sziasztok. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra, 7 perc van. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy mondás, jó szomszédság, török átok? Van valami ugye, ilyesmi, valami igen. Valami ilyesmi ez. És hát tudom, hogy nem vagyunk normálisak, de most a saját szomszédainkat fogjuk beköpni. De csak azért, mert én például kíváncsi vagyok arra, hogy ez tényleg másokkal is megtörténik-e, ami például megtörténik velem, vagy ami megtörténik velünk, hogy ez máshol is előfordul-e, hogy a szomszéd nem pont az az ember, akivel szívesen együtt töltenél egy kis időt. Tegnapi esetet mesélek el. A jó szomszédom éppen fát ültetett, és jött a kevésbé kedves szomszédnéni, aki egyébként már kihúzta azzal a gyufát annak idején, hogy a kutyáinkat zsemlével letette a kerítésen keresztül, és bejött az udvarba, mert hogy nyitva volt a,
a kapu, hogy mi miért ültetünk fát, mert ezek a fák meg fognak nőni, még nincs vége, bele fognak lógni a villanyvezetékbe, el fog menni az áram. Jézus Máriám! És nem. Ezt javítani nagyon-nagyon költséges lesz. És nem lesz áram az utcában. Ez egy örök életű néni egyébként, aki tudja, hogy mi fog 40 év múlva történni? És akkor azt mondta neki az én jó szomszédom, a Balázs, hogy tessék most szépen hazasétálni. És hazasétál? És néni hazasétált. Igen. Szóval, hogy és én azóta állok döbbenten itt a kérdés előtt, hogy másoknak is vannak ilyen szomszédai? Meséljetek vannak. Majd ti is, vannak. Mert kíváncsi vagyok, és a hallgatóinkat is. Jó szomszédi iszony, jó? Erről beszélgessünk most. Milyen áldott jó szomszédokkal rendelkezünk? 0-30-30-30-103. Sláger reggel. 7 óra 12 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedves szomszédokról beszélgetünk, meg a kevésbé kedvesekről, de előtte egy kicsit körbejárjuk az utakat. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Kisebb baleset történt a Rákóczi híd lábánál a pesti oldalon Buda felé, torlódásra kell számítani. Régi mániám, valakit bemérni a Stefánián, valószínűleg ezt dúdolják a rendőrök, ugyanis a stadion mellett a Stefánián méricskének csak semmi rallizás arrafelé, és az Üllői úton sem, ott is mérnek ugyanis, de gonosz leszek, nem mondom meg, hogy pontosan hol, tessék csak szabályosan közlekedni ma. Baleset megelőzési Turbó Tamás rovatát hallották. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Tominnak ma ilyen dalos kedve van. Igen. Már másodszor igen. Énekelt. Jó? Dalba foglalja a mondandóját. Mondjuk nem lehet ezt éneklésnek nevezni, de fogjuk rá. Na, beszélgessünk a szomszédokról. Elmeséltem a sztorit, hogy gondja volt a szomszédnének azzal, hogy fa került a házunk elé, mert el fog menni az áram, mikor az a fa megnő és belelóg a villanyvezetékbe. Úgyhogy már előre félünk az apokalipszistől. Fát ültettünk. Oh. Nekem több éves sztoriaim vannak, az a szerencse, most viszonylagos nyugalom van a házban, de sok-sok évvel ezelőtt a fölöttünk lakó házaspár gyakran esett egymás torkának, volt, hogy ezt éppenséggel az éjszaka közepén tették, és hát óriás üvöltözés, mit tudom én, a férjem meg gondolta, hogy fölmegy szólni, hogy talán nem vasárnap este 12-kor, tehát éjfél körül kéne mindezt megejteni. Arra lépett be, vagy hát tulajdonképpen úgy nyitottak neki ajtót, hogy az asszony kezében egy hatalmas konyhakés volt, és szerint. De jó, hogy jön! Mondja azt, hogy a rendőrségtől jött, mire a férjem szegény egy lépést átra lépett, mondta, hogy nem mondom, hogy a rendőrségtől jövök, de fejezzék be azonnal. Erre bentről a pasi, amit meg én hallottam tisztán, mert az ő fürdőszobájuk nyilván a miénk fölött van. Ez az, mondja csak, hogy vagy hívja a rendőrséget. Ő pedig arra buzdított a férjemet, hogy hívja ki a rendőrséget. Úristen. És mondta, hogy ilyen óriás kupleráj volt a lakásban, lépni nem lehetett a cuccoktól, de ezek szerint nagy késsel kergették egymást. Na hát aztán mindegy, ennek a sztorinak szerencsére véget ért. És aztán összejártatok sütögetni, beszélgetni. Persze, ott persze, laknak persze, még? Persze. Egyikőjük lakik csak már ott, úgyhogy megszűntek az óriás perpatvarok. Ezek szerint viszont válás volt, lett a dologból. Nem, az már korábban megvolt, az volt a durva, hogy az már 30 évvel korábban megvolt. Mit mondtál, úristen? Nem, ezen, az Ádám a hülye, hogy nevetett a poénomon. Ja? És hát a másik történet az meg pont arra az időre nyúlik vissza, amikor egy másik reggeli műsorban jártam dolgozni, de már úgy, hogy babát vártam, és az egyik alattunk lakóhoz járt udvarolni egy gyakran részegeskedő és agresszív fickó, aki időnként úgy gondolta, hogy lerúgja azokat, akik mellette elmennek. De kedves ember! Igen. Úgyhogy amikor reggel mentem, indultam egyszer dolgozni, akkor ott feküdt az egyik lépcsőn. És nagyon erősen gondolkoztam, hogy most vajon, ha átlépem, fölébred és megpróbál lerúgni gyerekestől a lépcsőn, vagy nem. De hál' Istennek, ha nem lett. Nagy levegő, nem ébredt föl. Igen. Ja, a szomszédnak vannak akasai, ezt Emma írja, de a hang kevésbé zavar, de az olszaga, na az leírhatatlan. Szóltunk már neki, figyeljen rá, kaptunk 6 tojást, de ugyanolyan büdös volt. Na, hasonló sztorikat várunk, jó? A jó szomszédi iszonyról beszélgetünk, nyugodtan köpjék be a kedves szomszédokat, SMS-ben vagy telefonon 0-30-30-30-103, a Cardigans zenél itt a slágeren. A legnagyobb slágerek változatosan.
103.9 Sláger FM. Ez Budapest reggeli műsora a Sláger reggel Abaházi Csabával és Vágó Pirossal. 7 óra 22 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kicsit azért kezdek megnyugodni, hogy nem az van, hogy az én szomszédaim között van olyan, aki elviselhetetlen, hanem hogy általában az emberek nagy része ilyen. Tehát mindenkinek van a szomszédjában legalább egy ember, aki néha egy kicsit sok. Igen. Főleg ugye? Társasházban, de hát ugye társasházban. Nálad is van ilyen? Persze, van akiket, egyiket a többséget szeretem, de most egy valakiről ugye a macska biznisznél, amikor ugye a Pirosnak a macskáját szereztük, kiderült, hogy ugye nem bírta azt se elviselni, hogy volt egy kis ház egészen addig, amíg a Pirosék nem jöttek a macskáért, és ugye összetörte és az alkatrészeket szétdobálta. Amit tehát, ráadásul az a kisrác nagy gonddal amit egy kisfiú csinált. Igen, azóta üzenem neki, figyellek. De tudjátok, hogy ki volt? Tudjuk, aha. És nyilván nem beszélünk róla, mert ilyenkor a problémákról nem beszélünk, ez is egy általános jelenség, de egy társaságban ugye mik az általános problémák? Hogy a muskátli akkor most, hogy és mint van a mondjuk a lépcsőházban? Ki használja ugye a lépcsőházi területeket? Ki hogy pakol a lépcsőházba? Annyi feszültség vár forrás van, kitakarítja, szóval kiakrázhatatlan. Én most már egy ideje kertesházban lakom, úgyhogy Lali SMS-ét megértem. Flex és motoros fűrész. Csak ennyit mondok, a kertesházasok érteni fogják. Igen, de ezt még az is érti szerintem, akinek nincs kertesháza. Flex és a motoros fűrész. Ugye az előkerül panelben is? Meg nem, a társasházban? Ott a konyhakés tudod. Igen. Gondolom szombaton ott meg a kalapács kerül elő. Akkor kell felfúrni a polcot, a falra, stb. Nem szombaton, az is valamiért azért rendre esténként kerül elő. Ja. Tehát nálunk jönnek olyan zajok. De hát van még egy, ami nem az én közegem, de nagyon adom, és nagyon jól szórakoztam rajta, bocsánat, hogy ezt mondom. Az utca végén a bácsinak kecskéi vannak, akik néha elszabadulnak, és lerágják a ház előtti virágokat. Nem mondom, hogy rossz, amikor a füvet vágják le nekem, de a virágokat sajnálom. Csak úgy elképzelem azokat a kecskéket, akik egyszer-egyszer ott kint találják magukat a nagy szabadságban, és mindent, amit érnek, lerágnak. Aha, meg amikor odakakilnak hozzád, én meg azt képzelem el. Igen, az van, hogyha van állatod, akkor azt te nagyon szereted. A szomszédnak ugyanolyan állata van, akkor az menjen a francba. Tehát általában így a szomszéddal együtt, persze. Na, a jól szomszédi iszonyról beszélgetünk továbbra is, úgyhogy nyugodtan tessék most beköpni a szomszédot. A mi szomszédaink is jelentkezhetnek. Akár telefonon, akár SMS-ben, mi milyenek vagyunk. 0630-30-30-103, induljon a banzáj, itt a Bonanza Banzáj, 7 óra 25-kor a slágerem. 103.9 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 7 óra 38 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. A szomszédainkról kezdtünk el beszélgetni annak kapcsán, hogy tegnap nálunk egy faültetés kapcsán a szomszédnéni megjegyezte, hogy el fog menni az áram. Hát ezek a fák megnőnek, bele fognak lógni a villamosvezetékbe, és aztán onnantól kezdve jön az apokalipszis, és nem lesz áram, és hogy nehéz lesz, és drága lesz kijavítani, és hogy úristen, mi lesz így az utcával. És aztán persze kértük a hallgatóinkat is, hogy meséljenek a szomszédaikról. Értjük mi, hogy nem mindenki szeretné ezt névvel vállalni, főleg hanggal nem, nehogy felismerhetők legyenek. Van, aki még alá se akarja írni, igen. Tehát még egy keresztnevet sem akar odaírni, de mondjuk tökéletesen meg lehet érteni. Anna viszont aláírta, ő azt írja, most még titeket hallgatlak. De szokás szerint délelőtt meg fog érkezni a szomszédhoz Laci bácsi, és beindul a Szomszéd FM. Így aztán mindent megtudhat az utca a politikáról, vagy éppen a magyar fociról. Aztán akkor így beszélgetnek, tudod, hogy hallja mindenki, hogy nekem az a véleményem Orbán Viktorról. Jaj, és az a másik is. Tehát tényleg ilyen. Van ilyen. Ezt most így azon gondolkoztam, hogy nekem volt-e valaha ilyen, de igazából maximum a saját pótpapám lehetett, aki tök süket volt, úgyhogy ha szerintem ők beszélgettek anyukámmal, akkor azt a fél utca hallotta. Úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy ez a másik oldalról sem lehet kellemes. Aztán van, aki név nélkül írta. Mi a 10. emeleten lakunk, ha esik az eső, rendszeresen feljön egy öreg szomszéd a 8. emeletről, hogy ázik az erkélye, és hogy tőlünk folyik a víz. Én már nem tudok erre mit mondani. Hát... Egyébként meg tökre igaza van. Hát ha ti a 10. laktok, én meg a 8. Biztos, hogy tőlük ázik? Vagy hát föntről? Föntről. Föntről. Hát az ő irányukból, hát ilyen nálunk is volt, hogy át kellett állítani a locsolót, hogy ne menjen a szomszéd kerítésére. Mert hogy aztán kidől a kerítés? Nem, hogy ne ázzon a kerítés. És másnap esett az eső, akkor gondolkodtunk, hogy végigálljuk-e mindannyian gyerekekkel, esernyőkkel, hogy nehogy szegény kis kerítés.
Elázom. Kiskerítés. Édes, még növésben van, és túl sok víz se jót tesz neki. Na, beszéljenek, meséljenek a szomszédjaikról. Jó szomszédi iszony a témánk. Milyen áldott jó szomszédokkal rendelkeznek? 0630 30 30 103. Ez a Sláger reggel. 7 óra 44 perc van. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. A szomszédokról beszélgettünk egy kicsit. Mindenkinek vannak sztoriai, meg elképesztő szomszédjai. És hallgatóinkat kérdeztük, hogy ez vajon csak velünk fordul elő, hogy néha megjelenik a szomszéd a kertben, és akkor próbál rendezkedni, meg magyarázni, de nem, másoknál is így van. Azt írja a PTB, nyilván nem derül ki, hogy honnan jött, kinek a szomszédja ő, hogy ugyan már elköltöztek, de olyan szomszédaink voltak, akik bár nem dolgoztak, a munkaünnepét mindig 3 napig ünnepelték. Jó, megadták a módját. És havonta, mi? Igen. Együtt éreztek a dolgozó tömeggel, ők csak szolidarítottak. Ennyi. Jó, de hát az kötelező ünnepelni. Akkor is, persze, ha dolgozol, akkor is, ha nem. Mindig. Igen. Aztán itt van egy másik, szintén név nélkül érkezett SMS. Nálunk a szomszéd kutyát tenyészt. Amikor egyszerre 20 kezd ugatni, még csukott ablaknál is bosszantó. És persze a kerítés résein ki tud bújni a kis cuki. Az utcabeli kutyák ekkor kezdenek vadugatásba. Hát, ezt valaki a környékünkről írhatta. De nem 20, csak 7. És az még pont tényleg nem engedélyhez kötött. Mi az, csak a szimpla szaporodás. És nem tud kibújni. Volt nálunk a házban 2 kis tacskó, akiknek ugye elég éles hangjuk van. Tehát, hogyha ők rázendítenek, és az egyik egy kisfiú tacsi, ő nagyon védte a teritoriumát, úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor a lépcsőházon kívül volt, vagy a lépcsőházban voltak, tehát a lakáson kívül, és jött valaki, ő úgy elkezdett ugatni, és ezt tudom, hogy sokakat zavar. Én meg valahogy pont ezt a kutyaugatást ugye el tudom engedni a fülemmel. De hogyha van 7 kutyád, az akkor mondjuk úgy már, igen, meg 20, az, és így próbálod este 9 után beterelni őket a lakásba, de amikor valaki 11:30-kor kertesházi övezetben elkezd kutyát sétáltatni, és az összes, aha, és mindenki ugat. Persze. Mindenki ugat. De van egy olyan, amit mindenki át fog érezni, akár kertesházban lakik, akár nem. A levélégetés a fegyver, azt írja valaki, a rossz szomszédok ellen. Van, aki direkt akkor éget, amikor látja, hogy a másiknak kint vannak a ruhái. Jaj. A panelben pedig a cigifüst az ilyen eszköz. Hát ezt nagyon adom, igen. És azzal nem tudsz mit csinálni, mert most mit szólj rá, hogy ne dohányozz. Igen. De hát nem tudsz rászólni, hát most ő is élhet a A levélégetésre kapcsolatban az már megvan, hogy ez törvény tiltja. Hát igen, igen. Egyébként nálunk pont a hetekben volt, hogy többször is ilyen szalonna sütés, vagy én nem tudom miért, de tüzet raktak, és borzasztó. Tényleg, amikor kinyitnád az ablakot, hogy na végre egy kicsit próbálnék friss levegőt engedni, És hát nem tűzgyújtási tilalom alatt volt a kánikulában? De simán lehet. Csak vagyok ilyen feljelentős fajta. Igazad van, lejmolok. Na, ennyit a szomszédokról, úgyhogy most jöjjön a játék, mégpedig a 30 plusz, aki szeretne egy egyedi, különleges slágerreggel ajándékcsomagot nyerni, az most jelentkezzen SMS-ben 0630 30 30 103, de akár telefonálhat is, és közben Máté Péter énekel a slágerreggelben 7:47-kor. Zene nélkül mit érek én? Slágerreggel Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szép jó reggelt, 7 óra 54 perc van. Mindenkinek vannak kemény szomszédai. Ez most mi? Ja, szerintem megint fúrnak. Tűzoltók, nem. Szirénáznak. Riasztás van. Em azt írja, hogy csendes kis kertváros szomszédunkba munkásszállót alakítottak ki. Éjszaka randalírozás, autóturboztatása, hajnalban hangos beszélgetés, ablak alatt dohányzás, szemétszárítás napján közvetlenül az ablak alá rakott telekukák, vaskapu csapkodása. Hát, okay. Innen már csak a költözés marad, úgy tűnik. De ott is lesznek szomszédok. Kösz, Csomi! Na, jön a derülátó. Önvágja, hogy mit fokkerál a gyereke? Önvágja, hogy mit fokkerál a gyereke? A ködlökje. 30 plusz. Ismerkedés az Y generáció dumáival. Évával játszunk, jó reggelt! Szép jó reggelt, Csabikám, Éva néni vagyok. Itt van Éni. Kocsilag benetek. Éva néni. Csókolom. Igen, hát 70 éves vagyok, drága. Én nem hát akkor már néni vagyok. De ezzel a hanggal? Hát ezzel itt a hanggal? 50-nél nem hangzott többnek. Jó, meg tudom olyan a hangom, mint egy jól karbantartott 80-asé, úgyhogy sem. Én egy jól karbantartott 40-es szocsoltam volna. Jó van, drágáim. Figyelj csak, neked van valami szomszédos sztorid? Lakik valaki olyan a szomszédban, akit bekötnél?
Na. Nem beköpni, hanem ez egy édes sztori. Körülbelül egy 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy három házal arrébb rakott szomszédom megkérdezte, hogy vannak-e még kacsái. Mondtam, hogy vannak. Erre mit tesz Isten? Egy hét múlva megjelenik az állatorvos, a hatósági állatorvos és az önkormányzattól egy öltönyös, lakcipős fiatalember, és megkérdezik, hogy megnézhetnék-e a kacsáimat, ugyanis följelentettek minket, hogy a kacsáknak a hápogásától nem tudnak aludni. Hát mondtam, persze jöjjenek be. Bejöttek, és azt hittem, hogy az állatorvosnő ott pisili össze magát a nevetéstől, ugyanis kiderült, hogy nekem néma kacsáim vannak, akik nem hápognak, hanem sziszegnek. Tehát, na hát most erre mit lehet mondani? Úgy, és nem jött másabb a feljelentés a sziszegő kígyók miatt? Hát az, de nem, de érdekes módon egyik szomszédom se hallotta, sem az utca elején, sem az utca végén, mert úgy volt beírva, hogy az utca lakói névtelen, természetesen névtelen feljelentés volt. Hát ezzel röhögte magát mindenki a környéket. Na azóta is lájtos a kapcsolatunk velük, úgyhogy... Kedves, drága szomszédok! Na jó, lehet, hogy meg kellene hívnod egy jó kis kacsalevesre, vagy nem tudom. Nincsenek, drága, már nincsenek, amióta a férjem elment, elhunyt, azóta nincsenek állatok, mert itt vagyok annak én. Úgyhogy nagy marha vagyok. Na, Éva, imádjuk a humorodat, viszont kíváncsiak vagyunk arra, hogy mennyire vagy jártas a fiatalok szavajárásaiban, úgyhogy jön a játék. Igen. Jó. Hogyha az unoka valamire azt mondja, hogy fú, nagy, ez fullos volt, akkor azt szerinted... Hát ez nagyon klassz volt valami. Igen! Hát ez ennyi, ennyire könnyű ez a játék. Valami nagyon jó. Tökéletes, igen. Akkor mondják, hogy fullos. Hát neked akkor most van egy fullos sláger reggel ajándékcsomagod. Te jó szagú Isten! Hadd irigykedjenek a szomszédok! Úgy. Így van. Egyébként tuti fix, hogy hallgatják, mert ugye az egész utcában a ti adótok megy. Nekem sokszor be sem kell kapcsolni a saját rádiómat, elég, ha kimegyek az udvarra. Szuper! Éva, jó, Éri, köszönjük! Szép napot neked! Puszilag, szervusztok! Szia! Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. 8 óra 8 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeretnék elmesélni egy ilyen igazi mesébe illő történetet, amiről azt gondolod, hogy ilyet a filmírók találnak csak ki, és tényleg filmet lehet belőle forgatni. Adott egy Lili nevű kislány, Vasszécsényben, aki gyermeknapkor egy kívánság lufit enged fel a levegőbe, és abba belerajzolja a családját a Balaton parton, hát ő ezt szeretné elérni, hogy Balaton partján nyaralhatnak, és aztán kicsit később Zala lövőn egy Endre nevű úriember ezt a lufit megtalálja, és felkutatja a kislányt, és valóra váltja az álmát. Jaj, de aranyos! Hogy a kívánságát. Ilyen, ő Mikulás lett akkor. Igen. Egy napra, Endre úgy gondolt. De ez milyen helyes? És ez akkora nagy dolog, hogy valakinek teljesíteni a kívánságát. Egyáltalán az ember, hogy a kívánságát, hogy elmondja. Te például tudnál bármit beleírni egy olyan kívánság lufiba, ami teljesíthető, érted? Teljesíthető. Amíg gondolkodsz rajta, én elmesélem, hogy az én kívánság lufin, persze jelképes kívánság lufin néhány hete elhangzott itt adásban, hogy annyira szeretnék egy aprítógépet, ami egy elérhető dolog, bárki be tud szerezni bárhonnan. Hallgatók segítettek. Nekem valahogy mégsem sikerült. És aztán képzeljétek el, hogy tegnap arra mentem haza, ha már a szomszédokról beszélgetünk, hogy az én jó szomszédom, a Balázs, betolt a kertbe egy ilyen aprítógépet. Nem örökbe, azt mondta, hogy ahogy elvégeztem a munkát, vissza kell persze adnom, de engem ezzel meglepett. De jó fej! És kölcsönözte? Ő megtalálta azt a kölcsönzőt, amit neked nem sikerült? Kérdeztem, vagy? Hogy ez hogy sikerült, azt mondta, hogy megfelelő embereket kell megkeresni. De nem firtattam, mint ahogy valószínűleg Lili sem firtatta, hogy Endrének miből telik arra, hogy teljesítse azt a vágyát, hogy elmenjen a család nyaralni. És igazából nem is kell ezt tudnunk, hogy az, aki teljesíti a kívánságunkat, az miből, hogyan, mennyi energia ráfordítással. De kíváncsi vagyok, hogy ilyen elérhető kis apró célokat belemernénk-e, bele tudnánk-e írni egy ilyen kívánság lufiba. Az első, ami nekem eszembe jutott, a sajnos nem teljesíthető. Akkor olyat mondom, ami teljesíthető. Csak a YouTube koncert, az volt az első, mert ráadásul a hétvégén a barátnőm mesélt, hogy mennyire jó volt, és ez a nem hiszem el. Tehát, úgyhogy... hogy vagy szervezzen valaki a 11. kerületbe egy YouTube koncertet, vagy vigyen el. Vannak nagyon jó kis helyek, ahol felléphetne a YouTube egy ilyen kis zárt körű bulin, vagy ilyen kis létszámú klubbulin. És a hallgatóink mit írnának bele?
a kívánság lufira. Na, erre kíváncsi vagyok. 06-30-30-30-103. Sláger reggel. 8 óra 14 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Olyan apró kis szívességekről, kívánságokról beszélgetünk, ami valójában teljesíthető, de valamiért nekünk ez mégsem megy. És én elmeséltem, hogy lett végül is aprítógépem, a szomszédom jó voltából, Liliről meséltünk, aki egy kívánság lufiba bele tette, hogy ő mennyire szeretne Balatonon nyaralni a családjával, és ezt a kívánság lufit valaki megtalálta és elvitte, vagy hozzásegítette a családot egy balatoni nyaraláshoz. Laci pedig azt írja, hogy nem szeretek korán kelni, sokáig tart a munkába jutás, jó lenne, ha valaki értem jönne egy jó autóval, és legalább egyszer bevinne dolgozni. Ez piros, nem te voltál, csak Laci álnéven írta. Nem. Hát meg ő autóval jár. Igen, nekem azért szerencsém van, mert nem kell azért mondjuk egy órával előbb, vagy onnan elég lenne csak egy féllel is előbb kelni, hogy beérjek a munkahelyemre, de tudom, hogy sokaknak azért ez nem ilyen egyszerű. És képzeljétek el, azt is olvastam, de lehet, hogy ti is találkoztatok vele, hogy volt egy kisrác, Zoárnak hívják, aki azt szerette volna, hogy egyszer látogassa meg a kukás autóát. A gyerekek általában a kukás autót nagyon szeretik. Nálunk például a pénteket alig várták mindig, hogy jöjjön. Most már ugye kinőttek ebből a korból. Mi is integettünk rendre minden egyes nap, kedden, hétfőn, csütörtökön. Ha épp összefutottunk, akkor ott meg kellett várni, igen. De tök jó fejek voltak a kukások, mert ők is mindig visszaintegettek. És általában a kukások jó fejek. Ugyanis ennek a Zoárnak a családja elintézte, hogy tényleg meglátogassák, és itt van anyuka a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Anett, ugye? Szia! Igen, jó reggelt, sziasztok! Hello. Szóval nehéz volt ezt elintézni, hogy egyszer csak a kukás autó kifejezetten Zoárthoz jöjjön? Igazából ez úgy kezdődött, hogy tortát néztünk neki az interneten. És szembe jött egy régebbi cikk, hogy az SKF meglátogatott egy kisfiút pont a születésnapjuk alkalmával, és ezt átküldtem a páromnak, és választam a lepcét, hogy tessék, itt a lehetőség, szülinap, akkor legyen egy felejthetetlen számára, és ő felhívta őket, és pár egyeztetés után sikerült elérni, hogy eljöjjenek, és meglátogassák a kisfiamat. Igen. Azt láttuk, hogy Zoárd meg volt illetődve, de aztán utána azért bemert mászni a fülkébe, ugye? És megnézte, amit lehetett. Sajnos nem. Annyira kis szégyellős volt, hogy nem lehet mászni. Pedig lett volna rá lehetőség, hogy menjen egy kört a kukás autóval. És az nem bán... Hagy. Kicsikém, hogy fogja bánni majd, mit tudom én, egy év múlva, hogy mert akkor megtettem volna anya, és nem volt hozzá bátorsága. Akkor meg majd jöhetnek a tűzoltók. De azért őrült, vagy csak úgy nézte. De igen, ezen végig fogtok menni szépen. Igen, mond. Kapott csomagot is, ha jól látom. Igen, kapott egy csomagot tőlük, amiben volt kettő kukás, ilyen szelektív kuka. Aha. Volt egy nagyon szép könyv, mert volt egy pályázat az SKF-nek, egy rajz és egy versíró pályázat, amit kaptunk. Ugye kaptunk szórólapokat, színezőt. Tök jó. És egy nagyon oda nagy élmény. Gondolom egy életre szóló élményt. Biztos, amíg nem is emlékszik rá, ott vannak a képek. Tényleg elmondhatja, hogy őt felköszöntötték a kukások. Anett, köszönjük szépen, hogy elmesélted. Én köszönöm. Szia! Szia! További szép napot! Neked is, szia! Köszönjük! Na, önök milyen kívánságot írnának bele a lufiba? 06-30-30-30-103, meséljék el nekünk. 8 óra 18 perc van, és a Sláger reggelben a Depeche Mode zenél, ez a Question of Time. Slágerek változatosan 103.9 Sláger FM. Ez Budapest reggeli műsora, a Sláger reggel Abaházi Csabával és Vágó Pirossal. 8 óra 22 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Beszélgettünk azokról a kis apró kívánságokról, amik tulajdonképpen teljesíthetők, de valamiért mégsem jutunk hozzá a lehetőséghez. Például Piros szeretne elmenni egy YouTube koncertre, ezt írná bele a kívánság lufiba, hogy valahogy jusson el. Amiről sikerült lemaradni, vagy igen. Nem is tudom, tehát így egész egyszerűen addig tököréztünk, hogy hova-hova ne, hogy ez aztán kicsúszott és a markunkból. Kértük hallgatóinkat is, hogy ilyen kis apró, teljesítető kívánságokról írjanak, hogy mit írnának bele egy ilyen lufiba, azt írja PTB. Az egyik kívánságom az lenne, hogy mindenki tartsa be a sebességhatárokat. De alulról, fölülről ám. Mondom, hogy teljesíthető. Tehát, hogy... Nem, ez egy utopisztikus. Igen, azt mondod? Ez vállalhatatlan. Lehet, vállalhatatlan, ne is haragudj. Ádám, neked van, ami beleírnál a kívánság lufiba? Hát én most egyébként, nekem nem sikerült Robbie Williams koncertre jegyet vennem, úgyhogy én ezt most beleírnám, hogy legközelebb ő jöjjön el, és akkor majd addigra én is veszek. Mondjuk akkor menjünk, hogyha már 11. kerületnél maradtunk a Bikás Parkba, jó? Tehát legyen ott a Robbie Williams a koncert. Rendben, a YouTube, és akkor előzenek a Robbie Williamsnek. Persze, megbeszéltük, okay. Igen. Azt fordítva kell, hogy legyen.
Hát Robi a fő sztár. Hát, jó, kinél mi persze. De azt hittem, hogy Ádám azt fogja beleírni ebbe a lufiba, hogy legyen mindig hideg tej a hűtőben. Ja, Istenem. Akkor is, ha nem hozok. Múlt héten is hoztam tejet, csak mondom a hallgatóknak. Mondom a hallgatóknak, hogy mióta dolgozol itt, március óta. Az volt az egyetlen tej, amit behoztál. Nem, kettőt hoztam eddig, csak egyszer szabadságon voltál. Na, azt írja Tomi, szeretném körbe vonatozni az országot, csak egy vonatjegyet szeretnék. Ami erre. Egy vonat jegyel körbe? Igen, ami erre szól. Teljesen erre. Jó. Lehet, hogy eznek, ha a MÁV hallja, akkor teljesítik Tomi kérését, nem? Mert most ilyen teljesítős nap van, elő Mikulásnak. Telefonszámod megvan, továbbítjuk, jó? Igen. Ez is érdekes, de a Transzibériai Express szerintem még érdekesebb lenne. Vagy az Orient Express. Mondjam még. Na jó, de itt van Betty, ez is szerintem teljesíthető. Én szeretnék egy szép rajzot a gipszemre, igazi festőtől, mert még 3 hétig itthon kell pihennem, legalább lenne mit nézegetnem. Annak örül, hogy vegyék le a gipszedet majd, igen. Hát de addig is egy jó kis graffit is, ilyen nagyon színes, nagyon vagány. Az, na, nem? Vagy egy csendélet. Ó, ne már, csendélet, nézd az almákat. Vagy egy alien. De ennyire nem unatkozhat az ember. Nem megfertőzte a Csavit Iza. Én úgy látom, nyerges Iza kolléganőnk. Na, mit írnának bele a kívánság lufiba? 06 30 30 30 103. Sláger reggel. 8 óra 29 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A kívánság lufikról beszélgetünk, a tehetnénk. Valami elérhető kis apró dolog, ami valamiért mégsem tud teljesülni, mert vannak akadályok, de egy kis segítséggel akár össze is jöhet. Hát mit írnánk bele a kívánság lufiba? Erikét nagyon adom. Kávét, egy önműködő utántöltős kávégépet ide csatolni a hátamra, hogy bármikor tudjak belőle szippantani egyet. Hát nagyjából Charlie is előni neked, csak ő nem kávét inna, hanem kicsit mást. Igen, igen. Bármilyen likvid, akkor ezek szerint mindenki arra cseréli a hátán a tartályt, amire szeretné. Az jó, vagy azt tölt bele a tartályba, amit szeretné. Igen. De hogy milyen kívánságok vannak még, amit tulajdonképpen akár teljesíthetnénk is némi kis segítséggel. Írják meg nekünk SMS-ben 06 30 30 30 103. 8:30 van, jönnek a hírek. Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. 8 óra 40 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elmeséltünk egy cuki történetet egy kislányról, aki egy kívánság lufiba belerajzolta a családját a Balatonon, ezt szerette volna elérni, és ezt valaki megtalálta jó néhány kilométerrel arrébb, és teljesítette a kislány kívánságát. Beszéltünk anyukával, valaki a gyermeke kívánságát teljesítette, meglátogatta őt a kukásautó. Szóval ezekről beszélgetünk, és kértük hallgatóinkat, hogy írják meg a teljesítető kívánságaikat egy ilyen képzeletbeli kívánság lufiba. Van, aki viccre vette a dolgot. Én azt szeretném, ha apukám megengedné a miniszoknya viselését. Ma is kérdeztem tőle, apu, vehetek fel végre miniszoknyát? Nem. Na, de apu, már 16 éves vagyok. Most már fejezd be, Peti. Péter, köszönjük szépen. Pont erre gondoltunk, oké. Jaj, szeretem, szeretem. Emi azt írja nekünk, mindenem megvan. Lassan már autós papucsom is. De ha kérhetnék mégis valamit, az egy óriási eperhabos sütemény lenne. Olyan gyerekkorom óta nem ettem. Olyan. Ez most eszembe jutott nekem is nagymamámnak. Finom piskótával, nem? Epes, ilyen vaníliás. Na, még mondjuk elmondani tovább. Nem tudom, ugye? De Emi, kösz az élményt. A vonalban pedig Dió, szia! Hello, sziasztok! Szia! Szia. Ez a rendes neved, vagy... Ja, ez a rendes nevem. Nem, Szabolcs. Szabolcs, jó. Csak Dióként írtad alá az SMS-t, abban mit írtál? Hát, hogy egy személyi orvos szeretnék, aki eljön hozzám mondjuk a lakásra, ott vizsgál meg, vagy egy kávézóba, vagy akárhol egy nyugodt helyen vizsgál meg. Nyugodt hely a kávézó, nyugodt hely. Vagy a vérnyomásmérés a kávézóban, az annak úgy nagy, ja, sok értelme van. Eszembe jutott, hogy az egy kicsit furcsa, hogy kávé után vérnyomás, de akkor koffeinmentes kávé. Ja, na, értem. Igen. De miért ezeken a helyszíneken? Hát orvosi rendelő, ott a váróterem, az egész procedúra. Fehérköpeny, stresszed van ezek szerint? Nem tudom pontosan mi a neve, de hogy nem szeretsz te ilyen helyekre meg járni. Inkább a szag, vagy az orvosi illat, vagy szag, az nem büdös az. Legyen ilyen... a szag, én hát adom a szagot. Na jó, mindegy. De abszolút a környezet maga, úgy érzed, hogy ez nem kellőképpen motivál téged arra, hogy orvoshoz menj, még akkor is, hogyha szükség lenne rá. Én meg pont ezt kívánom neked, Dió, hogy ne legyen szükséged se személyi orvosra, se elmenni az orvosi rendelőre. Ja, hát köszönöm szépen. Az lett volna az első kérésem, csak ha már menni kell. Ja, akkor. Jó, oké. Okay. Köszönjük, szép napot! Viszont! Köszi, szia! Van még lehetőség ebbe a képzeletbeli kívánság lufiba beleírni.
mi lenne benne, rajzolhatnak is 0-30-30-30-103. Sláger reggel. 8 óra 45 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha valaki esetleg azt írná bele a kívánság lufiába, hogy szeretne mindig friss és aktuális információkat az utakról, annak a kívánságát már is teljesítjük. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Az a vicc remélem megvan, amikor Teri néni elmegy az orvoshoz, az meg kérdezi tőle, hogy mi a panasza. Hát doktor úr, nem tudok menni. Hát akkor hogy jött ide? Hát jönni még tudok. Ja. Na hát ez pontosan jellemző a Könyves Kálmán körútra is, ugyanis a Rákóczi híd környékén Buda felé nem lehet menni, de a Népliget felé még lehet jönni. A Tököli úton pedig a Róna utcánál baleset történt, kerüljenek, akik arra mentek volna. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630 30 30 103-as számra. Jó volt. Mi kerülne bele a kívánság lufiba? Én nem tudtam, hogy ennyire jól szól a helikopteren a rádió, hogy mindent vesz. Feri azt írja, az én lufis kívánságom, hogy egy tábortűz mellett a körülöttem ülőkkel együtt sírjunk az általam gitáron pengetett Azért vannak a jó barátok című Máté Péter számra. De sajnos nem tudok gitározni, és még gitáros sincsen. De bízunk benne, hogy barátai vannak legalább, nem? Hát ott abból a tábortűz meg a barátok, és akkor már minden. A többit már csak oda kell képzelni, énekeljetek. Ja. Van, aki azért ennél egy picit komolyabban vette a kérdésünket. Szilvi írta nekünk például, egyedül neveltem Bogicámat, aki már 22 éves, és még soha nem tudtunk együtt nyaralni. Erre úgy összeszorul a szívem, mert az én anyukám is nagyon sokat dolgozott extrán. Könyvtáros volt, de ő mellette vart ahhoz, hogy mi el tudjunk utazni ide-oda-amoda. Úgyhogy... Hát ez egyfajta üzenet Szilvinek, de bízom benne, hogy egyszer csak jön valaki, szántam, csak igen, aki teljesíti ezt a kívánságot. Érdekes, hogy a vége most egy kicsit komolyabb lesz. Azt írja valaki, aláírás nélkül jött. Én nagyon szeretném, hogyha a testnevelő tanárbácsi a fiú unokámat nem hívná Barbikának, ráadásul az osztálytársai füle hallatára. Nem tudom, mit szólna hozzá, ha valaki folyton lánynéven szólítgatná a kollégái előtt. Na most... Hát ez mekkora... Igen. De tényleg először, tehát tényleg a tanár először a saját fejében rakja rendet, mert úgy látszik, hogy van ott mit rendben rakni, úgyhogy... Amúgy is nehéz a gyerekeknek az iskolába, egymást zrikálják, meg stresszes az egész, és akkor még jön egy ilyennel. De és ebben tudjátok, hogy mi a durva, hogy tud róla már a család, már a nagymama is tud róla, és mégsem történik semmi változás, tehát ezek szerint ez a testnevelő tanár azt csinálhat, amit akar, tehát az se érdekli, amit ugye mondanak a szülők. De egyáltalán vagy... miért megy az ilyen ember tanárnak? Tehát már bocsánat, pedagógusnak. Nem, de nem volna szabad az emberekkel foglalkoznia. Én ez a tanárbácsi csak tanárnéni. Azaz, Csabi, jól vagy. Jó. Na, minden esetre köszönjük, jó, hát így a végét elkomolykodtuk. Józsié az utolsó 27 év polgárőr szóli után aranykeresztet. Józsikám, remélem, hogy előbb-utóbb ezt meg fogod kapni. Most viszont jön a Basszus Hélium játék Robbie Williams jegyekért. Tessék harcba szállni, aki szeretné megnyerni. Azonnal írjon SMS 0-30-30-30-103 és a Kispál és a Borzenél a slágerem. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 8 óra 55 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. A kívánságok teljesítéséről beszélgettünk, kívánság lufiról, ki mit írna bele a kívánság lufiba, és nem érhet véget úgy ez az óra, hogy legalább egy kívánságot ne teljesítenénk. És hát ő igazából írt Laci nekünk egy olyan SMS-t, ami alapján azt gondoltuk, hogy akkor meg lehetne próbálni, de majd mindjárt elmondom. Laci vagyok, és a Robis játékra jelentkeznék, hogy az új lányt, aki hetente más Robis pólóban jön dolgozni, összeszedve minden bátorságom randira hívjam a koncertre. Gyönyörű, szép és nagyon kedves. Ti szóltok a gépén, és ha sikerülne nyerni és megengeditek, adásban hívnám meg. Akkor ez a kedves aranyos hölgy is biztos hallotta ezt, és remélem, Laci, te is, és felveszed, mert téged hívunk. Laci? Laci? Igen, itt vagyok. Ez hello. Pedig a Sláger FM. Piros, Ádám, Csabi, hello, szia! Sziasztok! Hogy hívják Sziasztok. Ezt a szép, gyönyörű, kedves hölgyet Robi pólóban? Réka. Réka, és Réka most ott van? Lát téged? Nem, ő az asztalánál ül, most éppen azt nézem, hogy... De nézd már rá, hogy ő ezt hallja-e. A rádiót, úgyhogy még talán nem tudja, hogy jól van szó. Robis pólóban van most is? Igen, most egy piros van rajta, és csak RV feliratta a monogrammal. De azt tudod, Laci, hogy azért neked... Valamit levet, mert nézelődik. Ha, figyelj, oda tudsz hozzá menni? Ablakon keresztül vagyok, úgyhogy most nem lát. De akkor, nézelődik folyamatosan. Akkor még egyszer mond a nevét, légy szíves.
Réka. Réka, hogyha hallod, legalább bólincs oda most a Laci. De nem tudja, hogy hova bólincson. Hát a Lacihoz. De hát nem tudja, hol van a Laci. Most esetlen neki, szerintem rólam azt mondom a fejébe. Akkor tök mindegy, hogy hova nézel, Réka, csak bólogass. Neked már van jegyed a Robi koncertre? Mit csinál Laci? Mondd meg. Most még a kezében van a feje. Kezében van a feje. Az úgy nem jó, akkor nem tudjuk kideríteni, hogy van-e már jegye. Na jó, figyelj, ezt a kívánságodat mi teljesíteni szeretnénk, úgyhogy már is játszunk, figyelj. Bosszus. Helium. A játék, amely a mélyet nem hallom eleteket. Bosszus. Nem. Mert most nem beszélünk. Ja. Helium. Bosszus. Vagy Helium. Válasszon hangot, és találja ki az eredeti dalt. Csak közben elindítottam a játékot, bocsánat. Lehet, hogy ezt nem hallottad, viszont ez fontos lenne, hogy halld, ami most jön, mert ugye ez a basszus hélium játék, mit választasz? Igen, titeket úgy hallak, mint hogyha a stúdióban lennék, és tehát a titeket hallak, de magát a rádiót nem hallom. De nem kell, jó, a telefonodon figyeld, válasz hangod, basszus vagy hélium? Basszus. Na figyelj. Nem hallom a számot. De miért nem? Titeket hallak, mert most is Piros visszakérdezett, hogy miért nem, de magát a számot nem hallom, tehát nincs a telefonban benn. Akkor, és van ott a rádió a közelben? Hú, az a baj, hogy mi neten hallgatunk meneteket. Aha. Mindjárt megpróbálok keresni egy irodát. Figyelj, ezt a zenét hallod? Nem, semmit nem hallok, tehát a titeket hallok. Csak a szöveget hallod. Az nagyon miért van így? Akkor mondd el azt a dalt, annak a dalnak a címét, amelyik a leghíresebb Robi dalai közül, és az első saját sikere volt. A Freedom volt a George Michael. De mondom, hogy saját, tehát az persze, hát az a George Michael feldolgozás. Az első lemezen az a lassú dal, tudod? A leghíresebb? Igen, hogy most ilyen angyali módon mi segítünk neked ezzel. Az Angels volt a leghíresebb, meg a leghíresebb. Figyelj! És te most ezt sem hallod? Azt hallod, hogy tapsolunk, mint az állat? Titeket hallod, csak magát a rádiót nem hallom. Furcsa, mint hogyha ott ülnék veletek. Én már helyetted leizzadtam, pedig egy helyben állok. Most hóvályog és keres. Jó. Én vagyok meg. Na végre! Na akkor most mondd ki azt a mondatot, amit ki kell mondanod. Kedves Réka, szeretnélek meghívni a Robbie Williams koncertre. Szeretném, hogyha eljönne velem. Igen vagy nem. Na mit csinál? Hát most megint a kezébe temette a fejét. De valami... De igen, bólogat, akkor igen. Köszönöm. Akkor mi adunk mellé két jegyet a jövő heti Robi Williams koncertre! Nagyszerű. Figyelj, Laci, de muszáj lesz beszámolnod. Tapsol, ugrál, jó. De utána számolj be róla, hogy sikerült, hogy éreztétek magatokat. Jó, léci. Csinálunk selfit és elküldjük nektek. Jó, oké, rendben. Jó mulatást. Köszönjük. Szia. Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. 9 óra 11 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. De szerettük ezt a játékot, ezt a basszus héliumot. Aki esetleg lemaradt volna, gyorsan azért meséljük el néhány szóban, hogy Laci írt egy SMS-t, hogy azzal azt írná bele a kívánság lufiba, hogy szeretné meglepni az egyik kollégáját, aki nem is ismer személyesen. Egy új kolléganő. Egy új kolléganő. Aki láthatóan nagy Robi rajongó, hogy akkor őt hívná el. Elvinné a adáson keresztül. Robi Williams koncertre. Sikerült. Látszólag rábólintott Réka, de megpróbáljuk majd még elérni őket, hogy tényleg Réka benne van-e egy ilyen randiban. De még előtte le kell döntenünk néhány tévhitet. Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó tévhitek és álinformációk ellen. Kamustra. Nagyon más téma. Megint egy kicsit az egészségünkhöz fordulunk, miszerint tejet kell inni a mérgezésekre. Gombamérgezés vagy növényvédőszer okozta mérgezés elég gyakran előfordul, de más szerek is bekerülhetnek a szervezetünkbe, viszont sem a tejfogyasztása, sem egyéb házi gyógymód nem menti meg a mérgezett életét, csak a gyors orvosi ellátás, és a késlekedés ebben az esetben a beteg életébe kerülhet. Ugyanakkor, hogyha maró hatású anyaggal történik a mérgezés, elsősorban savas kémhatás
hatásúaknál sokat segíthet a gyomorban lévő vegyszer higítása egy-két pohárnyi langyos tej itatásával, de a hánytatás szigorúan tilos. Csak hát azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, hogyha ilyenkor azonnal hívjuk a mentőket, vagy visszük a beteget. Pusztuljanak a tévhitek! Fire! Hál' Istennek ilyen mérgezésem még nem volt, ezt nem tudom. Viszont... Ne is legyen, Csabi, meg a környezetedben lévőknek se legyen senkinek. Azt tudom, hogy éreztem sokszor másnap azt, hogy... Ja, meg vagy mérgezve? Kicsit túlzásba vittem, és... Látod, mert mekkora hülyeség az. Mérges a gyomrom, haragszik rám, és akkor is segít például a tej. Tényleg? Igen, azt úgy megnyugtatta. Na hát ezt még sose hallottam. Hát jó, hát egy gyógysör meg egy jó húslevesnél azért nem jobb. Ja. Sláger reggel. 9 óra 20 perc van, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez a sztori, hát még mindig a hatása alatt vagyunk, és valószínűleg leszünk még egy darabig. Ugye a Basszus Hélium játékban Laci jelentkezett azzal a vágyal, hogy ő szeretné meglepni az egyik kolléganőjét, Robbie Williams jeggyel, illetőleg hát ugye a játékon keresztül nyilvánosan szeretné meghívni egy randira, mert hogy a lány általában Robbie Williams pólóban szokott lenni, és azt hallgatóink is azt írják, hogy gratulálok, angyalságból ötös, pityergek, ez a játék szuper volt, lélegzett, visszafolytva hallgattam. Hát köszönjük szépen, mi is, és tovább is mentünk, ugyanis elértük a lányt, aki a Laci vágyának a tárgya, úgyhogy itt van velünk a vonalban Réka, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Boldog névnapot, mert ráadásul megtudtuk a hallgatóktól, hogy ma Réka nap van. Pont ezt mondtam az előbb, hogy ez nem, mert ez nem igaz. Igen, ja? Igen. De egyébként tényleg Réka nap van? Egyébként igen, ma ünnepem, ja. Ráadásul még a stuszpoén, hogy augusztus 23-án van a születésnapom. Ne. Ezt most nem mondod komolyan. De, komolyan. Figyelj csak is, volt már jegyed? Ha egyszer Robi rajongó vagy, akkor azt gondolom, hogy kell rendelkezned Robi jeggyel. Igen, volt, de nincs ebből semmi probléma, mert van baráti körünk, úgyhogy van még, aki csatlakozzon hozzánk. De akkor te a Lacival mész, ugye? Igen, mindenképpen. Nagyon meglepődtem. De hát, Laci, te ismered egyébként? Persze ismerem, igen, mellettem lévő irodába dolgozik. Na de akkor csak látásból ismeretted eddig, vagy azért megszólítani már megmert? Persze, megmert. Időnként nem tűnt fel, hogy miért akar állandóan ebédidőbe kihívni ebédelni. Eddig nem nagyon nem tűnt erre. Fel, nem már, nem tűnt fel, ki meghív ebédelni, gyere már, menjünk együtt, és nem tűnik föl. Jó, oké, okay, igen. Nem, nem, de most adunk egy esélyt a dolognak. Tehát most lett egyértelmű számodra, hogy Lacinak az érdeklődési tárgya vagy tulajdonképpen? Igen, mert az ember, amikor dolgozik, főleg olyan munkahelyen, ahol mi vagyunk, ugye teljesen belemerül a munkájába, napi 8-9 óráját lehúzza, és igazából mindig az van, hogy dolgozunk, és nem tűnt fel. Tehát figyelj, Réka, amúgy van pasid? Nincs most nincs. Tehát akkor Laci jókor kopogtatott. Mikor jöttél rá, hogy rólad van szó? Hát amikor elkezdtem hallgatni az adást, úgy fél után már így nézegetett befele, meg én is, kifele, hogy mintha én rólam lenne szó, de igen, tehát úgy fél után már rájöttem, hogy rólam lenne. Kívánunk nektek nagyon jó szórakozást, bízom benne, hogy akár jobban megismeritek, megkedvelitek egymást, és akár egy hosszú távú kapcsolatnak a kezdete is lehet. Egy születésnapi Robbie Williams koncert. Hát igen, bízom benne, úgyhogy majd posztolunk nektek képet is. Ó, jó. Fel fogunk hívni már másnap, 24-én reggel itt lesztek velünk, jó? Számítsatok ránk. Jó, oké. Rendben van. Köszönjük szépen még jó munkát nektek. És köszönöm Lacinak a lehetőséget. Köszönjük, sziasztok! Jaj, ez de jó volt. Rövidesen Lócival megyünk tovább, aki a napüzenetét fogja megzenésíteni közvetlenül a hírek után. Ez a Sláger reggel. 9 óra 40 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkezett a stúdióban Lóci. Hello! De most, mielőtt még megpengetnéd a gitárod, szeretném beindítani a Sláger FM Facebook oldalán a videót, és már úgy pengesd meg, hogy azt láthassák a kedves nézők, hallgatók. Most pengesd meg, most már adásban vagyunk. Yeah, alright, hello Facebookosok. Úgyhogy a nézőket is sok-sok szeretettel köszöntjük, és most fog kiderülni, hogy ki és mihez szólt hozzá, és lett így a napüzenete küldője. Ugye kérdeztük, hogy mi lenne az, amire vágynának a hallgatóink, hogyha lehetne kívánság lufit most az égbe ereszteni, és akár még egy teljesíthető kérés is lenne, akkor mi lenne az? Volvós ennyit írt, a munkámhoz jó lenne egy jogosítvány. És ezt volvósként írta alá? Igen. Józsikám, mióta vezetsz jogsi nélkül? 15 éve körülbelül. De sose volt, vagy elvették? Sosem volt.
Hát nem volt mit elvenni. Hogy lettél autóvezető, vagy gépkocsi vezető? Hát ez egyik sem gyakorlatilag, ez egy munkagép, amivel most ilyen pillanatban dolgozok, de egyébként autóval is közlekedek folyamatosan, sajnos jogosítvány nélkül, ugyanis nincs rá pénzem, hogy ezt megoldjam. De csak pénz kérdése. De amúgy tudsz minden szabályt. Persze. Soha nem kerültél még olyan helyzetbe, hogy esetleg valaki, mondjuk egy ilyen rendőrnek öltözött bárki elkérte volna a papírjaidat, például a jogosítványodat? Nem, hál' Istennek. Ez szürreális lenne. De mit tennél, ha előfordulna? Hát valószínűleg lefagynék. Tehát nem tudnék szerintem mit tenni. Tehát nem vagy felkészülve erre a helyzetre. A fantáziád az hatalmas, mert hogy én eddig ezt viccnek vettem. Nem, ez a szomorú valóság. Jó, egyre furcsább, egyre szürreálisabb az egész beszélgetés. Én azon gondolom, hogy ki kell-e akadnom, érted? Tehát, hogy nem mutassunk jó példát, vagy rossz példát a hallgatóknak. Mondjam azt, hogy úristen, soha többet ne ülj autóba, vagy azonnal menj el és tedd le a jogsit. Nem tudom, mit mondjak, mert azt gondolom, hogy aki 15 éve tud jogsi nélkül vezetni egy országban, az nem rólad szól, az az országról szól, érted? Tehát az a mi bizonyítványunk. Hát fontos. Igen, mégis a leghosszabb távom az Sopron, Kazincz, Barcika. Balesetet okoztál valaha? Szerintem ne is sorold, mert én kész, én kimegyek. Nem, én nem akarom ezt hallani sem. Nem követendő példa Józsié, és nem is értem, miért ő lett az, akinek az SMS-ét megzenesítjük. Mert azt mondtuk, hogy ez egy poén, aztán kiderült, hogy nem. Jó. Ez azt mondják, hogy dalnak is viccnek jó. Na figyelj, ettől függetlenül Lóci elkészítette a dalt, úgyhogy hallgassuk meg, jó? Mehet? Jó, mehet. Ez a nap üzenete a Sláger reggelben. Előadja Lóci. A boromhoz jó lenne szóda, yeah. A kezdethez jó lenne kóda. Aha. A munkámhoz jó lenne egy jogosítvány, ha már Volvosnak hív mindenki, kivéve az anyukám. Lóci nagyon jól kilazott a saját poénját. Anyukát gondolom Józsikámnak hív, ugye? Általában, jól van. Hát Józsikám, kívánjuk, hogy ez a kívánságot teljesüljön. Legyen már jogosítványod, de ha már vezetsz, jó? Úgy ámlok többi közlekedő nevében is. Igen. Kívánjuk ezt a dolgot, hogy így legyen. Köszönjük, hogy velünk voltál, meg hogy velünk vagy. Köszönöm az üzét, szia! Szia! Hello, hello. Lócikám, neked is köszönjük. Holnap péntek, te ilyenkor már el szoktál indulni turnézni, azért vagy még holnap? Holnap, hogy van, péntek van? Nem, igen, akkor holnap... már Barcelonában megyek éppen, képzeljétek, 4 napra. És megnézem a Betis meccset, és üzenem akkor majd a kis törpének ott a középen, jó, hogy szedje össze magát. Tehát ezek szerint 4 nap, tehát hétfőn sem jössz. Hétfőn sem de jössz. Most miért van, hogy van valaki, aki Messit törpének meg nevezni, és ja. Ott lehet Barca meccsen, és az, aki viszont istenként néz rá, ő még sose járt Barca meccsen. Sajnos ez a törpe a világ legjobb futballistája, ezért muszáj lesz megnézni. Kikapcsoljuk a videót, úgyhogy elköszönünk a Facebookon nézőktől. A Lóci, ő a Lóci. Őt kell megverni. Őt tessék megverni. Köszönjük, Lóci, akkor. Sziasztok. Jó mulatást, jó szórakozást. Őszintén mondom. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 9 óra 52 perc van, már is körbejárjuk az utakat. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Buenos dias, már a mexikói úton is lassul a forgalom, ugyanis a Hungária már korábban beállt. Ha tovább mennénk és túljutottunk a dugon, akkor a Könyves Kálmán körúton elnöki ügybe futhatunk, ugyanis az Elnök utcánál az Üllői felé mérik a sebességet, itt tesznek a Szerémi úton és a Galvani útnál a Híd felé. Mindenki fogja vissza magát. Turbó Tamás hazatér, vége. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Turbó Tamás, ahogy kínaiként próbált utánozni egy mexikóit. De valószínűleg onnan nem látott rá az M3-asra a magasból. Budapest felé baktérségében a 41-es kőnél burkolatjavítás miatt csak a belső sávon halad a forgalom, de a terelés előtt pár száz méterrel történt egy baleset, így csak a külső sáv használható, jelenleg 2 kilométeres a torló.
torlódás, úgyhogy aki arra jár, számítson arra, hogy kicsit hosszabb lesz a menetidő a város felé. De segítünk egy jó dallal, a Neoton Familia zenéjel szól a Don Quixote 9:54-kor, mit a slágerem? Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. 9:57 van, úgyhogy lassan búcsúzkodunk, annál is inkább, mert hogy megérkezett Nyerges Iza. Jó reggel, jó szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok! És beszélgettünk ma hét után arról, hogy mindenkinek van egy idióta szomszédja, vagy ha neked nincs, akkor valószínűleg te vagy az. És te látom, hogy egy listával a kezedben érkeztél. Igen. Összeírtad a szomszédjaidat? Én összeírtam egy egész A4-es lapot azzal, hogy kik voltak életem legrosszabb szomszédai. Többetjáros. Sok helyen laktál, vagy sokan megfordultak a környezetedben? Rengeteg helyen éltem, és vonzom a hülyeséget. Tehát, hogy valószínűleg, mint egy mágnes. Halljuk a lista résztvevőit. Hát talán a legérdekesebb társasház, ahol éltem, az úgy nézett ki, hogy a jobboldali szomszédom az egy DJ volt, úgy hitták, hogy DJ Bogár. DJ Bogárnak az volt a legkedvesebb időtöltése, hogy az éjszaka kellős közepén imádta az egész DJ szettjét úgy, hogy van elpróbálni, átvezető szövegekkel, meg mindennel. Nyáron akkor az egész programot hallhattad. Így van, bulikázott. És ez a következő. A magasba. Helyő papi, buliba. Így van, ez ment éjjel kettőkor. Az emeleti lakók azok ninzsák voltak. Ott először csak az lett gyanús, hogy az éjszaka közepén folyamatosan huppognak, tigris bukfenceznek, és amikor egyszer a lépcsőházba jöttek velem szembe, akkor láttam, hogy tényleg valami fura oknál fogva korom fekete kezes lábast viselt mind a kettő, és még az arcuk is el volt takarva. Azok a betörők voltak. Ezek a ninzsák voltak az emeleten, és a legrosszabb az az volt, hogy a jobboldali szomszédnéni pedig bosszút esküdött a hangzavarért, csak az a baj, hogy rajtad csattant? Rajtam csattant, ugyanis reggel, mikor kinyitottam az ajtót, oda volt öntve egy kb. 10 kilós virágföld a lábtörlőn, de azt hitte, hogy onnan jön a zaj. Úgyhogy... Miközben te édesdedem próbáltál volna aludni. Abszolút nem csodálkozom, hogy már nem lakszott. Viszont örülünk, hogy itt vagy, úgyhogy további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Jó hallgatókat, holnap reggel 6-kor jövünk. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.